Vádár Sándor fotós gondolata, mi szerint ne kérdezz tőlem, mit, miért fotózok, s fotóztam, de az sem, honnan jöttem, s merre tartok. Csak nézd meg jól a képeim, a választ megkapod. Akik részt vettek, Horváth Tamás fotóművész, a Magyar Fotóművészet Szövetsége tagjának kiállítás megnyitóján szeptember 10-én megkapták a választ. A kompozíciókon keresztül felvillanó árnyak és fények, a fekete-fehér képek látsága, az emberi sorsok és történések varázslatos világa, melyek mindegyikében ott van Horváth Tamás is a maga tehetségével és szerénységével, mind-mind maga a válasz. Ugye egységes tematikát nem tartalmaz a kiállítás, amit talán el lehet mondani, hogy ami egy egység köré fonódik az, hogy úgy nevezzük, ez az autonóm riport stílus, mondanám rá, mert esemény közben születtek, de nem kifejezetten az eseményről szólnak. És ilyen ritka pillanatok egyike, mondjuk, hogy majdnem mindegyik egy-egy kép, amikor eseményen kívül volt egy kis idő arra, hogy magam saját dolgait is fotózzam, hogy nem csak a nem felkérésre adott témára, hanem koncepció nélkül magam kedvére fotózhattam. A Városnapi programsorozat részét képező klasszikus, de kortárs című kiállítás nagy érdeklődés mellett megrendezett megnyitója a Bartók Béla Művészeti Iskola diákja Sebestyén Ákos műsorával vette kezdetét. A kiállítás megnyitóján előjáróban Kupás Csilla művelődés szervező szólt a megjelentekhez. Megfogalmazta, Horváth Tamás hosszú évek óta dokumentálja a város életét. Ez nagyon nagy kincs. Majd a vendégeket és az alkotót Kis Attila polgármester köszöntötte, aki elmondta, mindig rácsodálkozik a fotóművész munkáira, egyedi látásmódjára. Horváth Tamás fotósként olyan pillanatokat ragad meg, melyek elgondolkodtatóak, megragadja a legszebbet, a legtökéletesebbet, fantasztikus érzékkel van megáldva. A mindennapokat dokumentáló munkájával gazdagítja a várost, tette hozzá a polgármester. A kiállítás megnyitójának további részében Varga Gyula, főiskolai tanár ajánlotta az alkotásokat a nagy közönség figyelmébe. Varga Gyula szólt a Horváth Tamáshoz és a családjához fűződő személyes kapcsolatáról és a közös munkákról. Köztük megemlítette a Hajdúsági Tükör, Közéleti Magazin és a Hajdúsági Szakácskönyvet. Mint mondotta, Horváth Tamás nem fotósnak készült, de rájött, hogy neki ez van megírva. Jól választott. Amit csinál, az kiváló. A fotóművészet az ő igazi közege, hangsúlyozta Varga Gyula, aki a bemutatott alkotásokkal kapcsolatban többek között a következőket mondta el. Ha megtetszen nézni ezt a kiállítást, fekete-fehér lesz. Hát miért fekete-fehér? Na most a jelenlévő képek nagy része egyébként színesben is megvan, tehát akár meg is nézhető színesben is, de Tamás úgy döntött, hogy fekete-fehérbe fogja nekünk megmutatni a valóságot, de a fekete-fehér erre felhívna a figyelmet, hogy ez nem fekete-fehér. Fekete János művész barátom szoktam mondani, hogy a fekete és a fehér olyan szín nincs. Csak átmenetek vannak, és nincs olyan, hogy igazi fehér, és nincs olyan, hogy igazi fekete. Most a Tamás képein pontosan ez látszódik. Egyrészt, hogy nem igazán fekete és fehér, hanem
valamennyi van a feketéből, és valamennyi van a fehérből mindegyik képen. Szürkés, egy kicsit fehéres, egy kicsit feketés, tehát rendkívül sok színárnyalatot ki lehet hozni. Horváth Tamás fotóművész kiállítását szeptember 30-áig tekintheti meg a nagy közönség a Művelődési Központban.